Advent. Harmadik vasárnap örömgyertyát gyújtunk. Rózsaszínre vált a lelkünk. Nem nyomaszt a múltunk. Közeledik a karácsony. Öröm gyúl lelkünkben. A szeretet és a hála vendég életünkben.
A Csárdász Citera zenekar és asszonykórus, valamint a velünk éneklő leánykák nevében kívánok a gyülekezetnek és városunk minden lakójának áldott, békés, szeretetteljes, boldog karácsony és ünnepvárást. Köszönjük szépen! Kedves testvérek, nekem az jutott eszembe, hogy a Jézus születését 2000 évvel ezelőtt is megreklámozták. Ha úgy tetszik, a próféták több száz évig reklámozták, de az utolsó időben is ugye egy gyönyörű szép reklám megjelent egy csillag az égen. Majd angyali seregek sztereóban énekelték a pásztoroknak ugye a gyönyörű szép dicséretet. És ezzel felkészítették az embereket, és sokan oda találtak a jászolhoz. Olyan csodálatos érezni ezt, hogy adventben vagyunk, és itt is ugye reklámozzák a Jézus születését hétről hétre, milyen jó a gyülekezetünknek, ugye vannak ezek a műsorok, és adja a mindenható, hogy ne csak egy kis hangulatra vágyjunk, hanem ezek a gyönyörű szép műsorok elvezessenek bennünket, ha úgy tetszik a jászolóhoz, ahogy énekelték, és oda vezessenek bennünket Jézus Krisztushoz. Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg a Csárdás Citera zenekarnak, az asszonykórusnak, örvendek, hogy ugye új tagok is vannak, és örvendek, hogy évről évre megörvendeztetnek bennünk ezekkel a gyönyörű szép bizonságtételekkel. Isten áldása legyen továbbra is a szolgálaton, és várjuk mindig szeretettel közénk. Áldott adventet, áldott karácsonyt kívánok! Köszönjük!